mindig van 2 perc. Mi az, Dávid? Nagyon letargikus vagy. És nekem rossz. Dávid, nyilatkozza a bent lévő szőnyről. Remélem, megfogtak már ezt. Várd meg, mit szólok. Mondjuk ezt anya eddig nem tudta, de most már tudja, szerettek anya. Rajzóra. Rajzóra az lava. Hát, milyen volt a kirándulás? Nem emlékszem. Szóval, mikor első benyomásom az iskola, elég kedves emlék, egy kiskutya fogadott engem a kapuba. Olyan aranyos volt. Aztán beléptem tovább, és féltem. Nagyon megrémültem, amikor kiderült, hogy veletek leszek egy osztályban. Hogy ezekkel az emberekkel leszek sokáig összezárva. Hát, ez egy trauma volt számomra. Töri óra? Töri óra? Töri? Vendég. Hatot. Vendég. Aha. Százszor. Edda. Bob. Iszi. Ezt tudja nyerni. Az jó lesz. Szerintem elég munkásan, mikor a 10 perc szünet tart, 4-szer kezdtem csak a nevetéstől. Szólom!
Hát mióta 12-ben van, te mesport, közelbi kapcsolatba kerültem a bordásfallal. Mi lesz a vacsora? Én azt nem is szeretem! Hogy a kipakolás milyen volt? Erről nem akarok beszélni. Erről inkább nem mondok semmit. Milyen volt az ám? Hát, elég jó volt. Nem is tudom. Koliba, minden éppen fagyoskodtunk. Ez jó lehetett. Legzol. Szó szerint. Milyen volt az elmúlt 4 év? Jó. És nehéz? Csak. Hát a 4 év. Jézusom, rengeteg mesélni van onnan. Hát, a Koli, a legjobb barátnő. Jézusom, mit éltünk mi ott át? Hát, 4 év jó volt, voltunk osztálykirándulásokon, amit tök jó hangulatba teltek. Aztán 11-ből összekerültem én is, évvel, meg Petrussal egy szobában. Hát az a 4 év. Jó volt. Felelésem? Hát, mindig egyes kaptam. Nem éltem, hogy miért, meg se szólalt. Hát, a tanárokat nagyon kedváltam. Hát a 4 éve az egy emlékezetes teszt számomra. Elég sokkal lettünk végül. Említünk is, eljöttünk is, de végül mindig jó barátságba került mindenkivel. Hát ilyen érzni fog mindenki. A 4 év alatt sokat szövettünk, de még többet vitáztunk, de végül mindent megoldottunk. Tanárainknak is sokat köszönhetünk. Köszönjük! Mehet. Jó volt. Hogy mi fog hiányozni? Hát 34 dolog. Ez a 4 év, és ez a 30 ember. Kis közösségünknek egyik fő helyszíne Zita néni műhelye volt. Szerintem Zita néni egy áldás volt ennek az osztálynak. Nagyon szeretjük Zita nénit. Örülünk, hogy Zita néni volt az osztályfő. Köszönöm a sok segítséget és tanácsot. Imádjuk, hogy Zita néni olyan laza. Olyan jókat veszekedtünk. Szerintem Zita néni az egyik legjobb tanár. Akármilyen hírséget csináltunk, ő mindig járt mellettünk. Köszönjük a sok türelmet. Köszönjük Zita nénik, hogy annak ellenére, hogy a csoportunkat nem terítottam, én is mindig segített nekünk. Köszönöm a Hello Kitty dolgokat. Mindig lehetős rá számítani. Köszönjük a sok ajándékot Zita nénikre. Attól félt, mi vagyunk a legkisebb és a legnagyobb problémája is. Got humor, she's the giggle at a funeral, knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen.
Mr.